Püspöki szentmisével vette kezdetét a szekszárdi Kolpingiskola jubileumi programja. Felföldi László megyés püspök véleménye szerint figyelemre van szükség a nehéz sorban felnövekvő gyerekeknek, és ebben az iskolának nagy szerep jutott az évek folyamán. Minden gyermek életében fontos a lelkület, hisz lelki erővel lehet az életet csak megélni, és ezt gazdagítani, erősíteni kell. Itt ez még hatványozottabban igaz, és még nehezebb ezeknek a gyerekeknek ezt a harcot megvívni, tehát még jobban melléjük kell állni. Köntösné Rajnai Anna Mária alapító igazgató az ünnep kapcsán arról beszélt, visszanézve az elmúlt 30 esztendőt visszaigazolva látja a kezdeti elképzelést. Az akkori oktatási rendszer számára idegen volt mindaz, amit a Kolpin képviselt. Az első évben 40 tanulóval kezdték meg a működést. Akik az utcán kóboroltak, sehova nem nyertek fölvételt, és úgy összesöpörtük őket a szószoros értelmében. De hittem abba, hogy ha évenként, ha 4 embernek életet biztosítunk, a 10%-ának akkor nem értünk hiába. Most amikor nyugdíjba mentem, volt 696 vagy 8, nem tudom, gyerek az iskolába, nappali tagozatos, akiknek hát olyan 80%-a az megtalálta a helyét az életben. Mára az iskola különböző oktatási formáiban közel 900-an vesznek részt. Koller Tamás igazgató azt mondja, bár a rendszer a 30 év alatt folyamatosan átalakult, vannak olyan alapértékek, melyek mentén a Kolping megtartotta a helyét az oktatási rendszerben. Azok a diákok, akik hozzánk beiratkoztak, azok, mint az előadásokból, beszédekből, szentmisén hallottuk, hogy jó szakemberek lesznek, jó családapák, családanyák, jó hazafiak és jó keresztények. Ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. Koller Tamás véleménye szerint a 30 esztendő szekszárdi Kolpingiskolában a következő feladat az iskola korszerűbbé tétele lesz.